Igen, és ha kellő önbizalommal az első részt kitöltötte mindenki megfelelően, akkor nekiállott a második résznek, ami általában már azért mélyebb ismereteket is kíván, szélesebb tudást, ugye egyes feladatok azért összetettebbek, több részletből állnak, és hát ezeket kellett minél eredményesebben megoldani. A függvényekkel folytatódott a második rész, egy másodfokú függvényt kellett ábrázolni, egy helyettesítési értéket meghatározni, és utána egy egyenletet, egy másodfokú egyenletet megoldani. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon tipikus feladat volt. Ha függvényekről volt szó, akkor alapvetően ilyet kért a korábbi érettségi is. Szinte a legelején a másodfokú függvényeknél ilyet szoktunk ábrázoltatni a gyerekekkel, meg is volt adva az alap, amiből egyszerű függvény transformációval el lehet tolni, de hogyha helyettesítési értékeket határozott meg valaki, azzal is szépen felrajzolhatta a függvény alakját. A helyettesítési értéknél, ha csak simán behelyettesítjük ezt a -5-öt ide a képletbe, akkor megkapjuk, hogy 32 lesz az érték. Szélső érték helyét kellett leolvasni, ahol milyen szélső érték van, itt ugye a legkisebb érték van, tehát minimum lesz, ez az egy helyen, és a -4 az értéke. Az egyenletet pedig másik egyet megoldó képletével gyorsan meg lehet kapni. Az a kérdés csak, hogy a gyerekek ellenőrizték a megoldásokat, vagy nem. Az ellenőrzésért valószínűleg, ha nem sikerült ezt a műveletet elvégezni, akkor azért le kell majd vonni pontot. Remélem, minél többnek eszébe jutott, hogy ellenőrizni kell az egyenletet. A 14-es feladat, derékszögű háromszög, ezt azért szereti mindenki, azt gondolom, ebben otthonosabban mozgunk, mint az általános háromszögekben, egy befogó és egy átfogó volt adott. Nem kérdezte a másik befogónak a hosszát, de szerintem nagyon sok diák így kezdte a feladat, hogy a Pitagorasz tételét, azt mindig nagypapakorunkban is emlékszünk rá, azt tényleg megkeressük. És a megoldás, amit kérdezett, hogy a magasság mekkora, az átfogózható magasság, lehetett ezzel is számolni. Ha kiszámoljuk a másik befogót, akkor egyszerűen meghatározunk a területet, összehasonlítjuk egy másik terület számítási móddal, átfogó és hozzátartozó magasság szorzatának a fele, és ebből a magasságot meghatározhatjuk, hogy 7,6 század centiméter. Lehetett persze szögszámolással is, egyszerű derékszögű háromszögre kiszámolunk egy szöget, másik háromszögre alkalmazzuk. Ez is teljesen jó megoldás, és nyilván ugyanaz eredmény jön ki. A B rész volt talán egy picit nehezebb, mert hiszen ott azt mondja, hogy mekkora a háromszög köré írt körének területe. Nehezebbet idézőjelbe tenném, akkor nehéz, ha nem ismeri fel, hogy Thales tétele miatt a derékszögű háromszög köré írt körének középpontja az átfogó felén van, mert ha ezt felismeri, akkor azonnal tudja, hogy az átfogó egyben a kör átmérője, ennek sugara akkor az átfogó fele lesz, vagyis 8,5 cm, és innen nagyon könnyű kiszámolni a területet is. A harmadik rész pedig hány százaléka egy hasonló háromszög területe a mi háromszögünk területének, megadták azt, hogy ennek az új háromszögnek mekkora az átmérője. Hogyha hasonlósággal dolgozunk, tehát megnézzük, hogy ha annak 13,6 volt, az eredetinek 17, akkor a hasonlóság aránya 0,8, ha 0,8 a hasonlóság aránya, mivel a terület ennek a négyzetével lesz arányos, ezért 0,64-szeres lesz a terület, vagyis 64% lesz az új háromszög területe a régi háromszög területének. Itt is lehet persze bonyolultabban dolgozni, kiszámolni az akkori oldalakat, kiszámolni ebből a területet, összehasonlítani a területeket. Ez is jó, picit ez hosszabb lesz. Bár az idővel talán nem volt gond ezen a érettségi napján. A 15. feladat egy kifejezetten olyan típusú példa, amit azt gondolom a mostanában sokat emlegetett PISA felmérésben is lehetne alkalmazni. Strandra járnak gyerekek, diákok, felnőttek, nyugdíjasok. Tudjuk azt, hogy összesen hányan vettek belépőt, és tudjuk azt, hogy egy kördiagramon ábrázolva, hogy mennyi az aránya a gyerekeknek, mennyi a felnőtteknek, és mennyi a nyugdíjasoknak a vett jegyből. Ebből az arányból és az összes számból kiszámolhatjuk azt, hogy összesen hány gyerek jegy fogyott, felnőtt jegy és nyugdíjas jegy, és megmondták azt, hogy mennyibe kerülnek külön-külön ezek a jegyek, ha összeszorozzuk a gyerekek számát a gyerekbelépővel, stb., akkor megkapjuk, hogy mennyi lesz végül is az összes bevétele a strandnak, tehát tényleg alkalmazni kellett, hogy ismerjük a kördiagram, mit jelent, aránytal kellett alkalmazni, szorzást, összeadást, tehát végül is nagyon egyszerűen azokat a műveleteket, amelyeket tudni kell a gyerekeknek. A következő rész az, hogy a strandban van büfé is, hát ennek sokan örülünk, hogy van büfé is a strandon, üdítő rendelése, ahogy telnek a júliusi napok, egyre több üdítőt kell rendelni, mert egyre több diák jön, egyre több felnőtt jön, és jön, egyre jobb idő lesz, szerencsére reméljük, hogy idén is így lesz.
és ez egy számtani sorozatnak megfelelő üdítőrendelés volt július 1-től július 31-ig, 31 napon át. Megadták azt, hogy az első három nap összesen mennyi üdítőt rendeltek, és a 15. napon mennyi üdítőt rendeltek. Két információ volt, és a számtani sorozatnál kettőre van szükségünk, hogy kiszámoljuk az első elemet, és kiszámoljuk a differenciát. Ha ezt valaki szépen le tudta fordítani a matematika nyelvére ezeket az információkat, akkor nem lehetett különösebben nagy baja, hiszen az első három elem összegéből ki lehetett számolni azt, hogy mennyi a középső elem, ennek a harmad része 55 liter, összeszámolva, az 15. napon 198 litert rendeltek, megkaphatjuk a differenciát, ez 11 liter, innen már az A1 és annak segítségével a függvénytáblával, akár fejből is ismerhetjük a formulát, hogy hogyan lehet meghatározni az összeget, kijön az, hogy júliusban összesen 6479 liter üdítőt rendeltek.